nagyot álmodott az a 10-15 felnőtt hobbi sportoló, akik 2012-ben megalapították a dombovári amatőr röplabdaklub szabadidős egyesületet. Akkor még hobbi szinten űzték a sportágat, de már szervezeti formában, komoly célokkal és tervekkel. Ahogy a neve is mutatja, ez az eleinte csak hobbi szinten működött, tehát egy ilyen tényleg szabadidő hasznos eltöltésére jöttünk létre, és hát ahogy idősödött a korosztály, így egyre inkább éreztük azt, hogy szükség lenne az utánpótlás nevelésre is, illetve a fiatalabb korosztály megszólítására. Terveink között szerepelt az is, hogy a röplabdát egy kicsit visszahozzuk a Dombovár város életébe, hiszen a 50-es évek közepe, 60-as évek végén elég szép kultúrája volt a városnak. Előtte ugye 49-ben alakult a szakszövetség, és pár évre később már Dombováron is mondogatta szárnyait. A 2015-ös és 16-os év mérföldkőnek számított az egyesület életében. Az új Dombovar iskolába, ahol akkor kaptunk helyet edzéseinek, elkezdtük a gyermekeknek a foglalkoztatását is. Hát kezdetleges eszközökkel éppen a mi rendelkezésünkre állt, de egy ilyen szerint 10-12-14 fővel megindultunk. És hát ennek így folyamatosan ment a híre, illetve hát mi is tettünk érte, szülői értekezletekre be kopogtattunk, és folyamatosan próbáltuk bővíteni a létszámot. Néhány évvel később újabb lépcsőfokot léptek, meséli Borús Gábor. 2018-19-es évadban már az MRS programjához csatlakozva, ez a Volley 2020-as program, ott több csapattal is részt vettünk, és próbáltuk felkészíteni a gyerekeket a későbbi bajnokságban való részvételre. Az egyesület jelenleg 55 gyermek és 15 felnőtt leigazolt játékossal büszkélkedhet. Két korosztályban összesen 19 fiatal lép pályára országszerte röplabdatornákon és bajnokságokon. Az egyesületünk fő célja egyrészt a gyermekek sportolásra való kedvét meghozni, illetve a röplabda megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel. Ezen felül pedig nyilván a versenyeztetés és a lehetőleg minél jobb eredmények elérése. Heti háromszor tartanak edzéseket, a kitartó munka pedig meghozza gyümölcsét. Tavalyi évben, hát igaz, a pandémia miatt az már nem tudott lezárulni, de akkor ilyen pillanatban a harmadik helyen szerepelt a korosztályos válogatottunk, U13-ban. Most pedig két forduló után egy második és egy első helyen tudunk büszkélkedni, úgyhogy nagy reményekkel várjuk a következő fordulókat is. Ezt a kupát az U13-as korosztály csapata szerezte meg február 14-én, a Nemesvámoson szervezett röplabdatornán arattak győzelmet a lányok. Az egyesület Dombováron is rendez bajnokságokat. Minden évben tervezünk és szervezünk is bajnokságot városunkban. Ez általában tavaszi időszakban, február vége, március elejét jelenti az első verseny, ami egy mixtorna szokott. Reméljük, hogy áprilisban esetleg ezt még meg tudjuk rendezni. Hát április 10-11-i hétvégén lesz itt a Karászi teremben egy U13-as bajnokság keretében egy negyedik forduló megrendezve, tehát most nem kell utaznunk, itt helyben rendezhetjük. És ezt követően nyáron sem áll meg az élet, hiszen ilyenkor kivonulunk a homokra, és a strandröplabda szerelmeseinek is adunk lehetőséget a sportág űzésére. Nagyon szép, hogyha valaki tévébe nézi, könnyűnek tűnő
könnyednek tűnő játék, ám bár nagyon nehéz elsajátítani és tanítani is, de mi nem elsősorban a versenyzésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a gyermekek fizikális és úgymond mentális felkészítésére is, hiszen ez annyira összetett, mind a figyelemre, koncentrációra is összpontosul, labda, ügyesség.